vagy James Dean félszeg mosolya? Nem tudom, de Szeljak Szilvi jegyzetéből szerintem mindez kiderül. Hogy mi is a stílus? Talán egy hibátlan állalá támasztott kézújjai között hanvadó cigaretta vég, na meg a képhez tartozó füstös, búgó hang. Karádi Katalin nem csak a vásznon győzte le a 30-as évek ártatlanul csipogó babanőit. A végzett asszonya mindenkit megmérgezett. Kocsijáról férfiak tördelték le emlékbe az alkatrészeket, nők ezrei utánozták frizuráját. Ilyesmire bizony ma is csak az képes, akinek van stílusa. Pedig évezredekkel korábban egy elsüllyedt kultúrában minden átlagos kisiskolásnak volt. A stílus görög-latin eredetű szó, íróvesszőt jelent. Az ókorban ezzel kapargatták az írásjeleket viasztáblákra. Tompa végével lehetett elsimítani a hibás részeket, hogy a helyükre szebb stílusú szöveg kerülhessen. A múlt századi sztárkultusz Marilyn Monroe-jának nem volt szüksége hasonló javítgatásra, amikor a Hollywood bulvárdon a betonba írta, hogy az úriemberek a szőkéket szeretik jobban. Már azelőtt nyomot hagyott a világban, mielőtt láb és kézjegyét sok más csillaggal együtt a cementbe préselte volna, hogy aztán turisták ezrei hasonlíthassák össze saját méreteikkel. Aki nem jut el Hollywoodba, még mindig próbálgathat Monroe arcképes ruhákat. Egy divatcég nemrég dobott piacra egy darabot, amely emlékeztet arra a bizonyos fehér ruhára, amit Marilyn derekáig emelt egy metró alagútból jövő fuvallat. Bátran feszíthetünk benne a pesti föld alatti kereszthúzatában. Öltöz úgy, mint a sztárok. Tolják elénk a magazinok a normát. De akkor hol marad az egyéniség? Greta például senkiéhez sem hasonlítható titokzatos vonásait egy jellegzetes, magas nyakú pulóverrel emelte ki. Azóta minden nő szekrényében ott lóg egy isteni garbó. Igaz, az ikonok felöltése még nem feltétlenül tesz sablonossá. James Bond is sokféleképpen kérhet Martinit. Attól függ, hogy Sean Connery erejével, Roger Moore angyali humorával, vagy Pierce Brosnan sármjával mondja, hogy rázva, nem keverve. Végül is, ahogy Hitchcock mondaná, a stílus az, amikor önmagunkat utánozzuk. Tehát valakinek a megjelenése, az arca, a mosolya is lehet stílusteremtő.